Sziasztok! Legújabb videómban egy újabb fejvert bemutatóval készültünk nektek, aminek az aranya most nem más, mint a Silverbacknek a legújabb balgje, az MDRX. A Silverback ezúttal újra egy létező fegyvert másolt le a Desertektől, az SRS után, amit már sok ideje várta az Airsoftos közönség. Viszont azt kell róla mondjam, hogy jó lett volna igazándiból várni még rá egy kicsit, és hogy miért, azt el is fogom mondani. Addig is köszönjük szépen Faceless Snipernek ezúton is, hogy kölcsön kaptuk tőle az ő MDR-jét. Kezdjük is a legelén dolgot. Egyértelműen a fegyver bullpup elrendezésű, aminek köszönhetően maga a fegyver kifejezetten rövid lett. Én valahogy úgy érzem, hogy rövidebb, mint az L85-ös is. Sokkal ugyan nem rövidebb, de egy picit igen. És így elsőre kézre fogva értelemszerűen far nehéz, mint minden egyes bullpup aeg, viszont mivel sokkal több talán műanyag alkatrésze van, mint az L85-ösömnek, úgy érződik, mintha a jobban far nehéz lenne, de ezt igazándiból elég gyorsan megszoktam játék közben, úgyhogy alapvetően semmi bajom nem volt vele. Ami aggodalomra okot szokott adni bullpupoknál, az kettő dolog is igazándiból. Egy az elsütő, a másik pedig a tárkioldó. Na most ezt az MDR-nél igen szépen megoldották, bár igazándiból a tárkioldó az édesen is pontosan ilyen. Az elsütés viszont tisztán elektronikus, legalábbis ami a maga az elsütő billentyű körüli részét illeti, ugyanis egy darab kis gombocska van itt, a pont az elsütő billentyű fölött, és azt nyomja föl az elsütő billentyű. Innen pedig egy vezeték megy végig a gearboxig, és így végül is ki van küszöbölve egy rúd, ami bármikor eltörhet, megakadhat, és a többi. Illetve nem is kell külön azon bajlódni, hogy elférjen valami a testem belül. A másik dolog pedig ugye a tárkioldó szokott lenni, mint mondjuk az L85-nél. Hogy az fixen a test bal oldalán van, és hátra kell nyúlni mindig a tárhoz, és úgy kioldani. Meg lehet szokni, viszont ezt balkezeseknek már egy kicsit macerásabb talán. MDR-nél viszont konkrétan három tárkioldó van kialakítva a fegyveren. Egy-egy a sátorvas fölött, és még egy a tárfészken. Tehát két kézre bárki, aki használja, jobb balkezes, a tárkioldás az egy álom vele. Kinek melyik a favorit, vagy éppen milyen kézzel használja a fegyvert. Gyorsan tovább szaladva a külsőn, természetesen, ha már ennyi minden kétkezesre van kialakítva rajta, így a tűzváltó is mind a két oldalon megtalálható, természetesen. És igen, szépen a helyére kattan, amit mondjuk el is várunk egy ilyen árkategóriás fegyvertől. Ugyanúgy a felhúzókar is mind a két oldalon megtalálható. Ugyanez már csak dísznek van itt. Nem is egy hatalmasan erős rugó van benne, de nem is kell használni semmire se, ugyebár. A másik pedig, amit ugyanígy nagyon szépen lemásoltak az éres fegyverről, az a hüvelykivető nyílás, amit ugyanúgy lehet cserélgetni jobb és bal oldalra. Csak fel kell nyitni.
Már ha menni fog rendesen egy kézzel. És így már jobban látható is egyébként maga a pop-up kamera, illetve az állító. És ami azt illeti, így egy kicsit jobban is hozzáférhető, könnyebben, mintha csak magának is nyíláson keresztül próbálnánk állítgatni, ami hogyha egyébként éppen olyan állásban lenne, akkor én azt vettem észre, hogy igazándiból ujjal hozzá se lehet férni, illetve meg se lehet mozdítani magát a tárcsát. Úgyhogy én azt mondom, hogy op-up állítgatáshoz talán jobb is levenni az egészet. És természetesen mind a két oldalon cserélhető. Így, ha ez lenne a vágyunk, akkor áttehetjük szépen a másik oldalra. Pont mint az éles verzión. Amit itt még a hüvelykivető nyíláshoz hozzátennék, az az, hogy egyszer csak játék közben, igazából játék felénél, ez így kipattant magától, csak attól, hogy lövöldöztem vele, annyira kilazult az egész igazándiból, itt van egy kis csavar, jobban be lehet feszíteni a helyére, és akkor nem fog kiugrálni, amit mondjuk nem is tudom, javaslok is, egy persze zavaró éppen, hogyha magától kipattan, és ez így feltűnik, de ez itt egy igencsak nagy nyílás ahhoz, hogy bármiféle kósz, retek, akármi belemenjen, pont a hop-up kamrához, illetve a tárhoz, a tárfészek fölé. Hát nem mondanám egészségesnek a dolgot. Én nem igazán játszottam vele egy esős, koszos időben, nem nagyon kúsztam vele össze-vissza okosan csak, de így is találtam benne elég koszt, illetve falevelet, egyéb ilyen maradékot, úgyhogy nem árt azt is meghúzni, hogy ne menjen tele minden szeméttel. És amit még hozzátennék itt külsőleg, ami már részemről egy kicsit negatívumban megy át, igazándiból nem volt vele problémám. Nem is zavart igazándiból játék közben, főleg, hogy a markolaton nem is volt, nem raktam semmiféle kiegészítőt. Ami feltűnt már elsőre, amikor kézbe vettem, hogy igen, könnyen csak össze tudom nyomni az előső markolatot, amennyire fog látszani. De igazándiból nem kell egy nagy erő ahhoz, hogy összenyomjam. Bár mondjuk miért is nagyon nyomogatnám. Igazándiból én nem mondanám egy rossz, nem mondanám, hogy rossz minőségű. Csak feltűnt, hogy már így készhezvételre kicsit jobban rámarkolva is érzem, hogy benyomódik. A másik, amit igazándiból feltűnt, de annyira nem zavart, mert az L85-ösem is igazándiból pontosan, nem pontosan, kicsit nagyobb mértékben ugyanígy viselkedik. A test két fele az, hát, van egy kis játéka. Ezt már máshonnan is láttam, hogy jelezték. Őszintén szóval ez játékon nem tűnt föl, nem tekergettem annyira, nem volt ebből problémám. Illetve amiért mondtam, hogy nem zavart annyira, nekem ez E85-nél még talán jobban is mozog. Sőt, nem talán, biztos. De jesszusom, évek óta használom, és semmi baja nincsen, úgyhogy nem gondolnám, hogy majd pont ennél a Silverback replikánál lenne ebből probléma. Ami pedig nagyobb probléma lett vele, az az, nem igazán tudom szebben fogalmazni, de iszonyatos a hangja a gearboxnak, ami
köszönhető sajnos annak, hogy elméretezték az egyik fogaskereket, illetve konkrétan azt a fogaskereket, ami magával a motorral érintkezik. Ez pedig sajnos túl vastag lett, úgyhogy folyamatosan feszíti a motornak a pinion gírjét, ami konkrétan annyira feszíti folyamatosan, hogy nem lehet állítani semmit a motoron, illetve lehet állítani a motor magasságon, de semmit nem segít rajta. Erre egy embertől láttam megoldást, a Jaeger Precision-től, ami ugyancsak ilyen félig-meddig megoldásnak tartom, ugyanis azzal tudta kiküszöbölni ezt a problémát, hogy nagyjából egy olyan millimétert leesztergált a fogaskeréknek a hátsó feléből. Így már ugyan megszűnt ez a rossz hangja a gearboxnak, szépen minden úgy mozog, ami ahogy annak lennie kell, és lehet állítani, de így azért egy jelentős mennyiségű anyagot le kellett esztergálni a fogaskerékről, ami pedig nem egy egészséges dolog, azért lássuk be. Amit még saját tapasztalatból tudok mondani róla, és problémám volt vele, az az, hogy egyes lövésre állítva, úgy a játék felétől elkezdett bizonyos időközönként teljesen véletlenszerűen sorozatot lőni, amire első körben azt hittem, hogy én rontottam el valamit, mit tudom én, véletlenül átkapcsoltam egy kicsit jobban a sorozat felé, amit aztán ott játék közben ki is próbálgattam, hogy tényleg ez lett a probléma, de nem sikerült direkte előhozni ezt a problémát, viszont a játék előre haladtával ez egyre sűrűbben jött elő ez a jelenség, úgyhogy egyre sűrűbben kellett elnézést is kérnem érte. Bocsánat! A sorozásért. Később, mint kiderült, a problémát az okozta, hogy a rossz fogaskerék reszelte az érzékelőt, illetve hozzáért, ezért lőtt néha sorozatot. Most pedig, hogy külsőleg végeztünk a fegyverrel, nézzük meg, hogy néz ki belülről is. Kapunk hozzá pár szerszámot, amivel alapvetően szét lehet szerelni, de kelleni fog egy fogó is. Aksi cseréhez, illetve behelyezéshez ki kell tolnunk kettő darab stiftet. Ezek a helyükön maradnak, úgyhogy nem kell azon aggódni, hogy el fognak veszni. Két stift kinyomása után pedig ketté lehet nyitni a fegyvert, mint egy M4-est. Aksi helyet tekintve pedig nem igazán vagyunk elevesztve. Itt a hely a GB fölött lett kialakítva. Igazándiból annyi hely van neki, hogy egy 1000 mAh 11.1-es lipo aksi beleférjen, és semmi több. És pluszban még arra is figyelni kell, hogy jó irányba rakjuk bele az aksit, ugyanis ha a kábelek rossz irányba néznek, akkor nem lehet visszacsukni a testet, ugyanis a stiftet nem tudjuk majd benyomni a helyére. A harmadik stift eltávolításával pedig ketté tudjuk szedni a fegyvert. Itt találjuk a tényleges elsütőt, amit már említettem, a kis gombot. Ebből a kis vezérlőből pedig kettőt félét kapunk, az egyikkel tudunk sorozatot lőni, a másikkal csak egyes lövésre képes a fegyver. A csövet kiszerelni pedig pont olyan egyszerű belőle, mint egyesélesből, ugyanazt a rögzítési megoldást alkalmazza. A nehezítés itt összesen annyi, hogy a markolatot is le kell szerelni előtte. Ehhez a markolatot rögzítő stiftet kell kinyomnunk, illetve kettő csavart kell kilazítanunk, és utána le tudjuk húzni a markolatot.
Most pedig, hogy a cső kiszabadult, kettő darab csavart kell kidaszítanunk, és egy harmadikat elforgatnunk, ami pozícionálja a csövet. Két kisebb imbusz eltávolítása után jutunk el a 420 mm 605-ös belső csőhöz. A hop-up kamrán pedig egy ehhez tervezett műanyag hop-up kamra, tárcsás állítású, aminek 36 fokozata van, és nagyon-nagyon szépen a helyére kattan, úgyhogy nem kell félni tőle, hogy el fog állítódni. Megígértem, hogy ennél jobban nem szedem szét a fegyvert, úgyhogy továbbugranék a gearbox kiszereléshez, és ide kell nekünk majd egy fogó, hogy ki tudjuk szedni a leghátsó stiftet, ugyanis ha a helyén maradna, nem tudnánk kiúszni a gearboxot. Természetesen azért van még egy pár csavar is, amit ki kell csavarnunk előtte. Nem állta az utolsó két csavar előtt egy kicsit lakoztatni a maradék elektronikát és a gearboxból, hogy ott maradjon véletlenül. Itt aztán még kettő csavar eltávolítása után már ki tudjuk szedni a gearboxot a helyéről. És itt van nekünk a fegyver egyik főszereplője, a CNC alu gearboxunk. Belül pedig kapott egy átlagos algetnél nagyobb CNC aluhengert, ebben pedig van egy 16 fogas acél dugattyú. Az új dizájnból pedig kihagyták a tapetplétet, itt mágnesek érzékelik a fogaskerétnek a pozícióját, éppen ebből fakadt nekem ez a véletlen sorozatlövés, ugyanis az érzékelő meg maga a fogaskerék is túl közel volt egymáshoz, illetve hát konkrétan érintkeztek egymással, emiatt lehetett az, hogy néha egyes lövésre állítva is sorozatot lőtt a fegyver. A Silverback alapvetően 11-1-es axióhoz tervezte a fegyvert, de egy áthidaló segítségével 7-4-essel is nyugodtan kényelmesen lehet használni. Jobban szétszerelve sajnos nem tudom megmutatni, ugyanis megígértem faceless snipernek, hogy csak mérsékeltem, szedem szét a fegyvert. Az összeszerelésében viszont nincsen semmi ördöngösség, fordított sorrendben történik az egész. Ha pedig már itt járunk, akkor megmutatom, mire is gondoltam, hogy milyen a hangja a fegyvernek, illetve hogy lehet normálisan az aksit berakni a helyére. Már első körben csak így gyorsan, hogy is néz ki az elsütés a kis gombbal. Ez így ennyi. Becsukásnál pedig figyelni kell arra, hogy hol állnak a vezetékek, ugyanis ha becsukjuk, akkor a stift az, illetve a stiftnek pontosan útban lehet, ami nem egy jó dolog. Most így összességében azt tudnám mondani, hogy vannak jó és rossz tulajdonságai is, ami viszont részemről nagyon érződik rajta az, hogy olyan, mintha
elkapották volna ennek az új ágnek a kiadását. Bőven olyan dolgok vannak rajta, amiken nem tudom, hogy pár hétnyi hosszasabb tesztelés után pikpak javítani lehetett volna. Pikpak. Alapvetően igazándiból tökéletesen használt OEG, szépen lő, pontos, de olyan hibák jöttek elő vele, amik azért zavaróak. Remélhetőleg a Silverback hamarosan kijön valami javítással, ami megoldja ezeket a problémákat, és akkor viszont egy nagyon ütős OEG lesz belőle. Addig viszont sajnos marad a mókolgatás. Ha pedig tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok föl. Sziasztok!